Egy késsel sebesítette meg tavaly ősszel egyik osztálytársát egy első kerületi iskola diákja. A 19 éves fiatal a kés mellett kalapácsot és ollót is tartott a hátizsákjában. Osztálytársai keveset beszélgettek vele, és barátai sem voltak, mert a diáknak szélsőséges megnyilvánulásai voltak, többször tett rasszista kijelentéseket is. A vád szerint a vádlott szeptember végén elhatározta, hogy embert fog ölni, és ezzel a kifejezett szándékkal az otthonukban magához vett egy kalapácsot, egy ollót és 2 darab kést, majd ezeket a hátizsákjába rejtette, és ezután az élet kioltására is alkalmas eszközöket mindig magánál tartotta az iskolában is. A vádlott már október elején, tehát pár nappal később tett az iskolában olyan kijelentéseket a tanulótársai előtt, hogy gyilkos akar lenni, és van több ember, akit meg akar ölni. A diák az egyik szünetben támadta meg az osztálytársát, többször is megszúrta, de utána nem menekült el a helyszínről. A sérült fiatalhoz azonnal mentőt hívtak. A támadás figyelemmel az annak eszközére, valamint a támadott testtájékokra alkalmas volt súlyos, akár halálos sérülés okozására is, ennek elmaradása kizárólag a véletlennek volt köszönhető. A fővárosi főügyészség a 19 éves fiút előre kitervelten elkövetett emberölés büntet kísérletével vádolja, és vele szemben végrehajtandó fegyházbüntetés kiszabására tett indítványt a vádiratban. A fiú akár 20 évre is börtönbe kerülhet. Azért nem kaphat súlyosabb büntetést, mert a bűncselekmény elkövetésekor még 20 év alatti volt. A diákot igazságügyi elmeszakértő is vizsgálta, aki azonban nem állapított meg olyan okot, ami a büntető jogi felelősségét befolyásolta volna. A Híradónak nyilatkozó szakember szerint a hasonló erőszakos esetek megelőzése miatt fontos lenne, hogy komolyan foglalkozzanak az intő jelekkel. Amivel szerintem nagyon erőteljesen foglalkozni kell a közeljövőben és napjainkban is, az az, hogy azok az elszigetelt fiatalok, akik tulajdonképpen a közösségben nem találnak támaszt, nem találnak baráti kört, és vélhetően vagy valószínűsíthetően az otthoni kommunikáció sem olyan, hogy ez támaszt adhasson, ezek közül nagyon sokan fognak az interneten, akár mondjuk ilyen dark web oldalakon is közösséget, vagy kvázi közösséget találni, ami nem nyújt valódi bázist, érzelmi bázist, viszont abban megerősítheti, hogy az ő hát szélsőséges vagy furcsa eszméi azok helyén valók és megfelelőek. A kutatások szerint a COVID-járvány nem csak a felnőttek, de a gyerekek esetében is komoly frusztrációkat okozott, amelynek hatásai csak később, akár évek múlva mutatkoznak meg, például erőszakos cselekedetek formájában.